Ebben a videóban azt nézzük meg, hogy miért jó húsokat és belső szerveket fogyasztani, hogy melyek a legjobb húsrészek, és a videó végén beszélni fogok néhány olyan állati eredetű étel forrásról, ahonnan én az elmúlt években vásároltam, és merem ajánlani. Szeretettel köszöntök mindenkit! A húsok, kifejezetten a vörös húsok és az állati eredetű zsírok elleni támadás évtizedek óta tart. Vannak olyan embercsoportok, akiknek az áll érdekében, hogy az ember ne egye a számára létező legegészségesebb ételeket. A belső szervek fogyasztásáról való leszoktatás korábban már sikeresen lezajlott, ez vezetett nagyon sok betegség elterjedéséhez, többek között ahhoz, hogy napjainkban is gyorsított ütemben növekszik az autoimmun betegségek betegek száma de soha nem késő visszatérni a belső szervek és a magas zsírtartalmú húsok, húsrészek, készítmények fogyasztására. Sok mindent felhozhatunk érvként és ellenérvként is a húsokkal kapcsolatban. Én most csak a legerősebb megerősítésről szeretnék beszélni, amit száfolhatatlanul igazolni fogja, hogy a húsok és a belsőségek messze a legjobb ételek az ember számára. Nem ideológiáról, a környezetvédelemről és az állatvédelemről, mert az ideológia csak az ember fejében létezik, a valóságban nem. Nos, minden ételcsoportra létezik allergiás, intoleráns ember, nézzük őket sorban. A gabonafélékre gluténérzékenység, a lisztérzékenység, a tejtermékekre kazeinallergia, laktózintolerancia, a mogyoró és diófélékre a mogyoróallergia, a dióallergia, a szójára szójafehérje allergia, a hal és kagylófélékre is van allergia. Van tojásfehérje allergia is. A gyümölcsökre is. Fruktózintolerancia, fruktózérzékenység. De hús allergia nem létezik. Nincs olyan ember, vagy legalábbis én még soha nem hallottam ilyen esetről, hogy valaki a húsra lenne allergiás. A húsra nincs az emberi szervezetben ellenreakció. Ez azért van, mert a vörös hús az, amit az ember a legrégebb óta fogyaszt. Több millió éve. Ha mondjuk a mai ember fejlődését 6-7 millió évre tesszük, akkor ennek nagyjából a 90%-ában a táplálkozásunk az teljes mértékben a húsra és a belsőségekre alapozódott. Tehát az egész genetikánk az a húsok fogyasztásán keresztül fejlődött, ezért nincs hús és ezért a húsa lehető legjobb étel az ember számára. A vegárok persze mondhatják azt, hogy de hát a mi fogazatunk ugye nem hasonlít a húsevők fogazatára, ez is csak a storia mese része, mert mire is használja a ragadozó állat hosszú szemfogait, arra, hogy a zsákmányt megragadja és megtartsa. Nos, erre az embernek már elég régóta nincs szüksége, mert jelenlegi tudásunk szerint két millió éve eszközöket használunk az állatok elfogására, tehát nincs szükségünk hosszú szemfogakra, mert úgy is mondhatjuk, hogy az agyunkkal kapjuk el az állatot. Amikor az emberi szervezet súlyos, szinte visszafordíthatatlan állapotokba kerül, állapotba kerül, például daganatos betegségek, vagy autoimmun betegségek alatt, akkor semmi más nem marad hátra, mint mindent elhagyni, és csak kizárólag magas zsírtartalmú húsokat és belsőségeket fogyasztani. Betettem ezzel kapcsolatban egy linket a videó leírásába. A húsok esetén az első fontos szempont, hogy az adott húsnak vagy hús készítménynek magas legyen a zsírtartalma, vagy ha nem magas, akkor együnk mellé külön állati eredetű magas zsírtartalmú ételt. Erre azért van szükség, mert a fehérje is okoz inzulinválaszt, és minél kevesebb a zsír a húsban, annál erőteljesebb lesz az inzulinválasz. Tehát például egy grillezett csirkemel, amiben szinte semmi zsír, az már inkább olyan, mintha egy szelet kenyeret vagy egy adag rist ennénk, és nem olyan, mintha egy adag sült korbász mondjuk. Ha olyan húst vagy húskészítményt veszünk, aminek alacsony a zsírtartalma, az csak azért van, mert kivonták belőle, eltávolították belőle, mert aki állatot tenyészt, az tudja, hogy a zsír a legértékesebb, abban van a lényeg. Minden állaton rengeteg zsír van ezért természete szerint minden húsrésznek eredendően magas a zsírtartalma, csak ami eljut a tányérunkig, általában megfosztják tőle. A testünk kétfajta forrásból szerezhet energiát, az egyik a szénhidrát, általánosabb nevén a cukor, a második pedig a zsír. Ha csökkentjük a szénhidrát bevitelünket, kevesebb gabonát, kenyeret, tésztát, burgonyát, rizst, kukoricát eszünk, nincs más lehetőségünk, mint zsírból pótolni az energiát, ha azt akarjuk, hogy legyen elegendő energiánk. A másik szempont pedig az, hogy a zsírban oldódó vitaminok és egyéb fontos mikrotápanyagok azok az állat zsírrétegeiben koncentrálódnak, tehát mikrotápanyag szempontból sokkal táplálóbb az állatnak a zsírrétege, mint a húsrétege. Nézzük meg most néhány kiváló állati eredetű ételt, amelyeknek általában magas a zsírtartalma, illetve néhány javaslatot, hogy mivel és hogyan emelhetjük a zsírbevitel arányát. A disznóhús, főként a mangalica hús kiváló zsírforrás, például az oldalas, amit ha jó pohára sütünk, egyben nagyon finom is. Ha az oldalas kellő mennyiségű mangalica zsírban sütjük, tovább tudjuk ugye emelni a zsír arányát, zsírtartalmát. A mangalicának ugye a szalonnájával gyakorlatilag Bármelyik egyéb más húsételnek feldobhatjuk a zsír arányát. Tehát a mangalica, szalonna, szalonnafélék igen értékesek. A marhahúsnak kifejezetten a fehérje tartalma az, ami hasznos az emberi szervezet számára. A vörös húsokban lévő fehérjék komoly immunerősítő hatással is bírnak. A marhahúsban nem kifejezetten magas ugye a zsír aránya, de emelni tudjuk például stékesetén esetén sült szalonnával, vagy ha gulyást, bográcsost pörköltet készítünk, disznózsírral, kacsazsírral, vagy marhafagyúval. A különböző országokban tenyésztett marhák húsa között jelentős különbségek vannak, mert nagyon nem mindegy, hogy mivel táplálkozik az állat. A legjobb marhahús Argentinából és Uruguayból származik, mivel itt a legideálisabb a környezet minden szempontból a marha tenyésztéshez. Gyakorlatilag egész évben ugye zöld füvet legelhetnek az állatok a pampákon. Argentinában a hormonok és az antibiotikumok alkalmazása sincs nagyon elterjedve. A virsli, azon belül kiemelten a sertés virsli, kiváló tápláló étel. A virsli esetén arra kell figyelni, hogy lehetőleg ne legyen benne nitrit tartalmú összetevő, nem egyszerű feladat ilyet találni. A nitritek hozzájárulnak az áteresztő bél szindróma, az áteresztő bél kialakulásához, az áteresztő bél pedig ö, számos betegség előtt nyitja meg a kaput. A következő a véres hurka és a májas hurka. A véres és a májas hurkába általában belekerülnek az állat legtápláló részei, amelyeket egyébként ugye hát ö, nem szívesen ennénk meg, például az agy, a szív, vagy ugye a vér. Ezért a mikro és makro tápanyag szempontból is igen tápláló. A szalámiban akár 50% is lehet a zsír aránya, tehát egy kiváló tápláló étel, de itt is fontos szempont, hogy lehetőleg ne legyen benne nitrit tartalmú összetevő. A szárnyasok, tehát csirke, kacsa, liba esetén azokra a részekre érdemes fókuszálni, ahol jelentősebb zsír van. Ezek leginkább a vastagabb bőrös részei az állatnak. Onnan tudhatjuk, hogy egy szárnyas például, egy csirke normális körülmények között volt tenyésztve, hogy mekkorák a porcok a csontoknál. A gyors tenyésztésű csirkéknél a porcoknak nincs ugye idejük kifejlődni, ezért kisebbek, és a csontuk is könnyebben törik. A szárnyasok esetén is érdemes növelni a zsírtartalmat, például azzal, hogy ugye jelentősebb mennyiségű állati zsírban sütjük meg őket, és utána ezt a zsírt el is fogyasztjuk a hús mellé. A máj bevitelére ott van a csirkemáj, a libamáj, a sertés vagy a marha májkrém. A máj a legtápanyagdúsabb étel, amit ehetünk, nagy mennyiségben tartalmaz vitaminokat, vasat, nyomelemeket, q és még sorolhatnánk mennyi mindent. És ami a lényeg, hogy jól hasznosuló formában. A kolbásznál a sütni való kolbászoknak általában magasabb a zsírtartalma, és itt is célszerű elkerülni a Nitrit tartalmúakat. A nátriumglutamátról és egyéb ízfokozókról eddig nem beszéltem, de gondolom az már egyértelmű: a nátriumglutamátot kerüljük amennyire csak lehetséges. Nyilván az ízfokozó nátriumglutamát nélkül nem lesz annyira finom az étel, mint ahogy esetleg már korábban megszoktuk. A darált húsoknak magasabb a zsírtartalma a sima húsokhoz képest, mert beledarálják az értékesebb részeit is az állatnak mert az igazán értékes részeket ugye nem, nem igazán vennék meg külön a, az emberek. Itt, amikor vásárolunk, azt nézzük, hogy legyen legalább 25-30 százalékos az adott húsnak a zsír tartalma, tehát magas legyen. Bármelyik ételt feldobhatjuk marhavelővel, vagy disznóvelővel, aggyal, megsüthetjük és elfogyaszthatjuk az adott hús mellé. A marhavelős csontban és az állatok agyában igen nagy koncentrációban vannak jelen például ásványanyagok, nyomelemek, és 80-90%-ban zsírból tevődnek össze. És végezetül szeretnék mutatni néhány termelőt, forgalmazót, akiket merek ajánlani, mert az elmúlt években gyakran vásároltam tőlük húsokat, és húskészítményeket, zsírokat. Fontos megjegyeznem, hogy semmiféle üzleti kapcsolatban nem állok velük, tehát nem kapok jutalékot, vagy bármi más tőlük, amiért bemutatom őket. Azért mutatom be őket, mert ezzel talán segíthetek neked, és mert már egyébként sokan kértétek is. Egyeseket talán már ismered, de talán lesznek uh, ismeretlenek is. A webcímeket betettem a videó leírásába. A többségük, tehát olyanokat kerestem, amelyek, akik országosan is kiszállítanak. Az első a Virágos kuti Biogazdaság, az ország legnagyobb biohús kínálatával. Jelen vannak a nagyobb biopiacokon, de ki is szállítanak. Borjú, marha, mangalica, bárány, birka, ló és szamárhús is van náluk. Elég nagy a választék. Virágos kúton 25 hektárnyi területen folyik a bionövények termesztése, az állatokat pedig a Hortobágy vokonya puszta területén található tanyán tenyésztik, szintén biokörülmények között. Az állatokat úgy tudom, a saját üzemükben dolgozzák fel, és a hús készítményeik pedig kolbászok, a szalona, stb. Nem tartalmaznak nitriteket, mesterséges színezéket, vagy mesterséges tartósítószert. Én a világos kultól legfőképpen marha és mangalica húst, zsírokat, fagyút, illetve hús készítményeket vásárolok. A második a hortobágyangusz, a nevéből adodik, hogy marha húst és marha húsból készült készítményeket tudtok vásárolni, tudsz vásárolni tőlük. Van náluk steak sokféle marha hús pogácsa, és hosszában vágott marha velős csont is, amiből ugye sütés után könnyebb a velőt kikaparni. Az állataik nem kapnak hormonkezelést, és GMO mentes takarmányjal vannak etetve. Feldolgozó üzemük úgy tudom, hogy a Hajdúszoboszló közeli nagy rébén található. Ők is országosan szállítanak. A következő a széles hús. A széles húsnál sok különleges hús és húskészítmény kapható, ami máshol nem igazán. Nagyon nehéz például nitritmentes húskészítményeket találni, vásárolni. Náluk sokféle különböző nitritmentes felvágott és húskészítmény húsféle is van. Van még nitritmentes véres és májas húrka is. A termékeik többsége biominősített tőlük is rendelhetsz az ország egész területére. Póti Gábor biogazdálkodó a következő, bia csirkét, libát, kacsát és gyöngtyúkokat, tenyészt. Csirkét egész évben tudsz tőle vásárolni, gyöngtyúkot, libát és kacsát azt szezonálisan. Az állatokat biokörülmények között neveli, tenyészti, tehát természetük szerint vannak szabadon tartva a csirkéje, a csirkéjük nagyon finom, ha még nem ettél bio csirkét, első alkalommal érezni fogod az ízén és a hús állagán is a különbséget a hagyományos boltinhoz képest. Illetve ajánlom próbálni majd ki a, a húslevest is, a gyöntjükból készült húsleves szerintem sokkal finomabb, sokkal ízletesebb, mint a sima tyúkból készült. Gábort megtalálod szombatonként Budapesten, a móparkban, a biopiacon, de webshopban is tudsz tőle rendelni, elküldi bárhova az országban. És végezetül egy extra, a kifli.hu tudsz vásárolni argentin és uruguayi steakhúst. Említettem a videó korábbi részében, hogy Dél-Amerikában az állatok az év jelentős részében kint legelnek a pampákon, tehát természetük szerint vannak tartva szabadon, gyakorlatilag zöld füvet esznek a egész évben, és ez meglátszódik a húsuk ízén is. Puha, ízletes, zamatos és zsírosabb is a dél-amerikai marháknak a húsa. Az állaga is teljesen eltér az európai marhahústól. Argenti marhahúst fogyasztva tapasztalhatjuk meg azt, hogy milyen is volt valójában az állatok húsa, amíg természetük szerint szabadon legeltek kint a mezőn, és csak füvet ettek. Ajánlom figyelmetbe a ribájt, másik nevén a magas hátszint. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedveld és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled.